Korábbi elismerésekről tanúskodó oklevelek, amelyek egy sikeres és eredményes életpálya tanúsítványai, és a legutóbbi elismerés a Magyar Diáksportér díj, amelyel a Magyar Diáksport Szövetség ismerte el Kovács Tibor több évtizedes munkáját. A nyugdíjba vonuló testnevelő, nem vándormadár típus, pályafutása alatt végig hűséges maradt a Krúdihoz. Nagyon sok szép emlékem maradt, és kezdve azzal, hogy nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem ezt a kitüntetést. Úgy gondolom, hogy megdolgoztam ezért, és az a nagyon sok munka, amit ebbe bele tettem és tettünk itt a kollégákkal, és elsősorban a diákokkal, az most elismerésre került. Hát több mint 4 évtized, szinte nem is hiszi el az ember. 1982-ben kezdtem a pályafutást. Az akkori példaképek mellett, akik elindítottak az úton, Tatos István tanár úr, illetve Kovács Györgyné Kati néni, akik mellett öröm és megtiszteltetés volt dolgozni, és onnantól kezdve az évek során nagyon-nagyon sok élményben volt részem, és talán azt mondhatom, hogy az eredmények is hűen tükrözik. Bármint testnevelő, több sportágban ért el eredményeket tanítványaival a diákolimpiákon, a legközelebb a kosárlabda áll a szívéhez. Ebben a sportágban számtalan országos bajnoki cím és érem fűződik a nevéhez. A legbüszkébb pedig arra, hogy csapatával 2015-ben és 2018-ban is képviselhette Magyarországot a középiskolás világbajnokságon. A Magyar Diáksport Szövetség felkérte iskolánkat, hogy a Magyarországot képviseljük a világbajnokságon, ami Franciaországban volt. Én úgy gondolom, ez volt a legnagyobb teljesítményünk, és ott abban a millióban és abban a részben és magyar válogatott mezben virítani, én azt gondolom, minden testnevelőnek és minden tanárnak, edzőnek a csúcspontja lehet. Én azt gondolom, nekünk is ez volt. 42 éves pályafutással és számtalan sikerrel a háta mögött Kovács Tibor elmondta, hogy pedagógusként miket tartott a legfontosabbnak. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy legyen emberség, és talán a sport mellett, amit a diák sportban kell végezni, a legfontosabb a pedagógiai része. Hogyan tudja megszólítani a gyereket, hogyan tudja megnyerni annak a sportágnak, hogyan tudja versenyeztetni azzal a sportágban jellegzetes feladatokkal, a pedagógia, pedagógia, pedagógia. Legyen türelem, legyen kitartás, és talán mondhatom azt, hogy az utóbbi években egy kicsit a specializálódás megszűnt. Talán már az utóbbi 1-2 évben ismét a diákolimpia Covid miatt is fellendülésben van. Ebben bízunk, hogy ez folytatódik. Én csak sikeres és kitartó munkát szeretnék, és kívánok minden kollégának, leendő kollégának. Bár a nyugdíjkorhatárt elérte, Kovács Tibor nem szeretné elszakadni a tanítástól. A kosárlabdáért is tovább dolgozik, a Nyíkse szakmai igazgatójaként és edzőjeként igyekszik átadni tudását a fiatal kosarasoknak.